A gyermekpszichiáterek szerint a gyerekek 20-25%-a küzdik mentális problémákkal, például figyelemhiányos hiperaktivitás vagy éppen magatartás zavarra. A szexuális gyakorló óvodában is, iskolában is tapasztalják ezt a jelenséget a tanárok. Mi is úgy érezzük, hogy egyre több gyermek, illetve hát a szülők is küzdenek ilyen problémákkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen esetben se a gyermek, se a szülő, se a pedagógus helyzete nem könnyű. Az oktatási intézmény vezetője azt mondja, az iskola tanárai folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, hogy az ott megtanult módszerekkel képesek legyenek kezelni a magatartás problémás gyerekeket. Ilyen az alsó tagozaton alkalmazott 7 szokás módszere. A felső tagozaton pedig az Arizona módszert alkalmazzák a tanárok, vagyis ha a gyerek megszeg egy szabályt, kiküldik az óráról, és csak akkor mehet oda-vissza, ha rájött, hogyan tudna megfelelni a szabálynak. Nem minden oktatási intézmény fordít ezen zavarral küzdő gyerekek fejlesztésére figyelmet, pedig az iskolák kénytelenek lesznek ezzel foglalkozni, mert a magatartás problémás gyerekek száma egyre nő, mondják szakemberek. Egyrészt azért, mert egyre több diákot küldenek el vizsgálatra, másrészt az elektronikus média túlzott használata figyelemhiányos hiperaktivitás zavart okozhat. Ráadásul az oktatási módszerek elavultak, nem reagáltak a világ változásaira. Ezt mondja Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szexuális karának dékánja is, aki szerint az oktatási szakemberek már dolgoznak egy új nemzeti kerettanterven, és a szexuális karon is úgy oktatják a jövő tanárait, hogy értsék ezen folyamatok lényegét, ismerjék az új módszereket, és képesek legyenek ezeket alkalmazni. Ez a pedagógus képzés legfontosabb feladata a dékán szerint. Lassan-lassan, nem utolsó sorban, elektronikus média hatására átalakul a tanulás, a gondolkodás, átalakulnak a társadalmi kapcsolatok, és erre rá kell hangolódnia a pedagógiának. Több mint 91 ezer sajátos nevelési igényű gyerek és tanuló vett részt az oktatásban a 2018. szeptemberében kezdődő tanévben, 3200-al többen, mint 2 évvel korábban. Derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatgyűjtéséből.